Mert engem az érdekel csak, hogy megtettem-e a tőlem telhetőt, vagy nem. A győzelem maga kevésbé érdekelt. De azt is tudtam, hogy az embereket a győzelem jobban érdekli, mint az álhatatosság. Máskor meg az járt a fejembe, mint a 21-eznék, és az olimpiával megnyertem volna a bankot. De hát nyerésbe felállni az nem fel a többiekkel szemben. És kell még egy lehetőséget adni ahhoz, hogy visszanyerjék azt a pénzt, amit én besöpörtem. Szóval ilyen gondolatok fortyogtak, érvek ellen érvek a fejemben. De azt is tudtam, hogy nekem itt döntenem kell. Szóval a két repülő, az nem mehet akármeddig egymással szembe. Dönteni kell, mert különben összemennek. Kivált kép, attól féltem, hogy elsikad az életemből az a bizonyos mérhetőség. A teljesítmény igazságos megítélésének a lehetősége. És hát amiért az egész ötusát csináltam. És mi jön utána? Miféle állatállapot? És amikor jobban belegondoltam ebbe az egészbe, ebbe a bizonytalanságba, rájöttem, hogy ez nehezebb, mint a versenyzés. És nekem két dolog közül, ha lehet, a nehezebbet kell választanom, mert különben gyáva lennék. És aztán arra gondoltam, hogy igen, úgy fogok élni, mint a legtöbb ember. Talán boldog is leszek, miért ne? Mert, ha jobban belegondolok, csak két dolgot nem tudok elviselni. Ha lenéznek engem, vagy ha felnéznek rám. Meg akkoriban kezdtem családról, szerelemről ábrándozni, meg nagyon vágytam már emberek után. Na, de ezt hagyjuk. Lényeg az, hogy eldöntöttem magamban, hogy abba hagyom a versenyzést, meg azt is, hogy Magyarországon maradok. És emlékszem, aznap este olvastam itt bent Petron lámpa fényénél a 40 prédikátort. Van abban egy jelenet, amikor egy holland admirális a Gályáról a 40 prédikátorból megmaradt 25 gályarabot ki akarja szabadítani. És az egyik gályarab azt mondja, hogy nem szabad elfogadniuk ezt a szabadulást, mert azzal elárulnák az egész küldetésüket. A többiek mondják neki, hogy ha kiszabadul, még aztán élhet a hitének, stb. Stb. De ő nem tágít. Ott marad a hajón, és később, amikor meghal, mivel a hajós kapitány megöli azért, mert nem volt hajlandó térdet hajtani meggyőződésével ellentétes módon, találnak nála egy kis bádog szelencébe egy papírt, és azon az életének a vezérigéje volt rajta, ami úgy szól, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És amikor ezt elolvastam, talán azért, mert megértettem ennek a tökéletes álhatatosságnak a példáját, ami még a haláltól sem riad vissza. Egyszer elsírtam magam. Vagy talán az addigi életemet sírattam el. Nem tudom. Nem is vártam ki azt a bizonyos 40 napot. Másnap hajnalban már futottam, hogy emberekkel találkozzak. Annak a hegynek a túlsó oldalán favágókra találtam. Tűz mellett ültek, szalonnát sütöttek, reggeliztek. És amikor oda mentem hozzájuk, nem kellett sokat magyarázkodnom, rögtön befogadtak.
Azóta is feljöttem néha-néha hozzájuk. Kemény fickók, olyan baltával faragták az arcukat. Beszéltünk mindenről, favágó szakma rejtelmeitől a világháborig. Csak éppen ötusáról nem. De akármilyen hihetetlen, nagyon jól éreztem magam közöttük. És még aznap le is mentem a hegyről. Ez az egész nem egy nagy történet. De az én életemben igen. Mert egyébként nem szoktam sírni, de akkori teste úgy folyt a könnyem, mint lyukas vedérből a víz. És ebből gondolom. Amikor eldöntötted, Bandi, hogy visszavonulsz, és bejelentetted a szövetségnek, nyilván elbúcsúztattak. És mi történt azután? Eldöntöttem, bejelentettem, de el nem búcsúztattak. Hogy-hogy? Úgy, ahogy mondom. Gondoltam, hogy az ötus a szövetség el fog búcsúztatni, de eddig még nem került sor a dologra, pedig ennek több mint 3 éve. És azt tudom, hogy egy MB3-as focistától is el szoktak köszönni. Összejön a csapat valami sörkertbe, az intéző vagy az edző azt mondja, hogy jó volt Józsi, jó nagyokat rúgtál a labdába, meg a szélsők bokájába. Hasznos tagja voltál a csapatnak. Áldva vágják el, így Isten hírével. Nekem még ezt sem mondták. Nem tudom miért. Valamit. Azt hiszem, jól csinálhattam. Nem tudom mit. Említetted, Bandi, voltak lehetőségeid arra, hogy külföldön dolgozzál. Milyen ajánlatokat kaptál? Mehettem volna Kanadába, Olaszországba, Egyesült Államokba edzőnek. De azt mondtam magamban, hogy nem mész te, Bandi, gazdaékhoz házi tanítónak. Mert azok, akik veled futottak, meg akikért te futottál, azok elpártolnak tőled. Itt tartott ez a bújtosi gőg, ez a kódis büszkeség. Vesztemre vagy nem vesztemre, nem tudom. El lehet válni sok mindentől. Öttusától, feleségtől, de hazától az nekem nem megy. Ez nem vita téma, az nem lehet. Thank you.